Sziasztok, itt Amur, és a moddolt Minecraft gameplay sorozatom talán 22. része. Mivel rájöttem, hogy nem az extra utils-os leválogató rendszer kell nekem. Mert ezzel nem tudom azokat megcsinálni, amit szeretnék. Ezért, hogy gyorsabban itt át tudjam majd építeni az egészet, csináltam egy plusz szintet ide a raktár alá, így kényelmesen tudom átcsövezni az egészet újra, mert ez nem lesz jó. A logistic pipe-os rendszer lesz az, ami olyan szinten konfigurálható, ahogy én szeretném, és craftolni is tud. Automatizálni lehet vele, sőt, amit hogy most néztem, nem is tudtam, hogy ez is így működik, energia és a folyadék tárolásra és annaknak a menedzserésre is jó. Ez ugye már legalábbis a legutóbbi Apple Energetic rendszer, amivel játszottam, még ezt nem tudta. Hát a folyadékokat például csak vödörözve tudta kezelni. Tulajdonképpen szállítani, lekérni ide-oda szaplierként, tehát ellátásra használni, itt is vödrözi. De ezt ő megoldja magának. Tehát ha a rendszerben van üres vödör, akkor szépen befogja, és a csöveken elszállítja oda, ahol szükség van, akár lávára, akár vízre, akár olajra. Ezeket szépen kezeli a folyadékos rendszer, az item, tehát a tájrendszer, pedig a minden mást. Arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen lehet konfigolni. Ezért itt is gondolkoztam rajta, hogy nem ebből az alappal kezdek. Bár még mindig nem másztam annyira bele, hogy majd mennyi nyersanyag kell hozzám, mert mostanában olyan lusta vagyok, mint a dög, hogy bányászak, és azért is akartam az Ender Query-t megcsinálni, csak hát kiderült, hogy piszok drága, és nagyon sok alapanyag kell hozzá. Tehát a lényeg, hogy basic logistic pipe-okkal is meg lehet csinálni, nagyon jól kell egy-két spec pipe még hozzá. Akár crafting pipe is van, automata craftolást is tud. Sőt, ha olyan gépek elé teszem be a crafting pipe-ot, ami képes különböző dolgokat elkészíteni, akkor a craft csőben, nem tudom, hogy más, hogy mondani, pipe, az kész, craft cső, beállítom, hogy mit akarok lecraftolni vele, a craft gombbal, és ő le is kírja a rendszerből a hozzá szükséges dolgokat, és bármikor van egy úgynevezett request cső, a craftolható cuccokat is látni fogom. Csak nulla drabbal. És akkor éppen rákattintok, és lekéri hozzá dolgokat. Nagyon szépen látszik, hogy szállítok egy ilyen rendszert, hogy szépen mennek a nyersanyagok, és jön a késztermék a csőben. Tehát még nagyon látványos is az egész, nagyon szépen meg lehet csinálni. Most megint már feleslegesen dumálok egy csomót, és igazából nem történik semmi, csak nézitek ezt az emeletet. Úgyhogy ezekbe bele kellene kezdeni, lecraftolni az egészet. Úgy terveztem, hogy majd már úgy lépek be, hogy craftolunk szépen, és már elkezdem építeni az egészet, de nem úgy jött össze a munkám is volt. Na nézzük ezeket a pipe-okat. Tehát akkor extra utils-os cuccot egyelőre elfelejtjük, és belekezdünk ebbe. Nos igen, ezt kezdtem el magyarázni. Tehát sima pipe-okkal is meg lehet csinálni, de van egy úgynevezett most tudom, karosszériának minek fordítsam, egy befoglaló cső, én így mondanám. Eredeti angolban, hogy tudjátok miről van szó, chassis, és akkor ebből van 1-es, 2-es, 3-as, talán még 4-es is. Tudok mutatni, request logistic pipe, ezek nem ezek, hol van a chassis, hol van a chassis, ki tudja jól lejtem-e. Én az angolt itt tanultam az interneten, ezért sok mindent megértek, sok mindent el tudok mondani angolul, de attól, hogy tökéletes, akár nyelvtanilag, akár kiejtésileg, attól irtózatosan messze vagyok, ezért ne is haragudjatok. Azt mondja, hogy miért nem találom, mert azt nem pipe-nek írja valószínűleg, hanem chassis-nek. Akkor írjuk, hogy chassis. Már a logistic pipe-os cuccokat listáztattam volna ki vele, az úgy egyszerű benne, de nem kell mindig az egyszerű módszer. Itt vannak a chassis-ek, és akkor ebből van az MK1-es. Ebbe egyetlen egy modul tudok belerakni.
Tehát ennek így innentől túl sok értelme nincsen. Tehát az a lényeg ezeknek a chassiseknek, hogy többféle konfigurálást is meg tudok neki adni. Tehát eleve ahhoz, hogy a rendszer lássa az adott ládában vagy tárolóban lévő dolgokat, az eleve kell egyfajta cső, hogyha csövekkel foglalkozok. Ez pedig, ha jól emlékszem, annyi féle van, hogy elég ezt követni és megjegyezni. Félek is tőle, hogy nem fogok gondolom, és ha megcsinálna a rendszert, megmondom őszintén. A provider, igen, a provider cső. Tehát viszont, hogyha már olyan chassist készítek, mondjuk az MK2-es, amiben kettő modul rakható, vagy egy 3-asban 3, a 4-esben 4, az 5-ösben viszont az piszok drága, abban már 8 modul lett. Olyan szinten én nem fogom street konfigolni ezt az egészet. Tehát én úgy vagyok fel, egy MK2-es vagy MK3-as, legfeljebb később cserélem, bőven elég. Tehát egy MK2-es, annak a recept nem túl drága. Vastut kell hozzá bőven, vagy hogyha egy kis lézerezést bekezdek, amivel az energiaipan lenne bőven, akkor elég lenne két vas, meg egy vöröskő vas chip. Ez a BG Closed Logistic Pipe, azt a mindenit. Ez meg kell, egy gyémánt szállítócső, zúzott kő szállítócső, hogy jóisten, miért ilyen hülyeségeket érnek az ékezetes betűk helyett. Igen, és akkor, ha nem akarok lézerezni, lézerasztalt építeni, akkor az aranycsip helyett aranyfokos kereket is csinálhatunk. Igazából egyik se sokkal olcsóbb vagy drágább a másiknál. Sőt, én úgy vagyok vele, hogy a lézerezés az egy elég macerás dolog, hosszadalmas, hogyha nem állítok be, vagy 6-8-10 lézert, akkor nagyon-nagyon lassan készülnek el. Lehet, hogy macerásabb az aranyfogos kereket lekraftolni, mert előtte kell egy fa, egy kő, egy vas fogos kereket, és azt tudom átkraftolni. Aranyjá, tehát 4 lépcsőbe kell végülni, ettől függetlenül még mindig gyorsabb szerintem. Talán, ahogy meg lesz egy alaprendszer, és csak azt akarom bővíteni, akkor egy automata kraftol pillanatokat lekérem. Ennyi pont. Tehát nem fogok lézerezni, bár van előnye, például meg tudom hozzá csinálni azokat a modulokat, amivel elfedem ezt a kis lapokat. A mikroblokk nekem nem akar menni, mert nem is tudom, melyik volt az, amelyikkel meg lehetett felezni a blokkokat, valamiért nem működik. Mindig lehet, hogy összeakad valamelyik másik módon, ami benne van. Oké. Okay. Tehát gyémántcső és zúzott cső kell nekünk. Üveg is kell lesz bőven, úgyhogy már kell lesz kiégetni üveget, mert eltűnt a rendszerről, hát valószínűleg elhasználtam az összeset. Viszont, igen, a homokot meg ott hagytam a másik helyen, mert abból készítettem a tiszta üveget is. Úgyhogy szerintem itt még csak homok sincsen, tehát pulverizerrel kőt ledarálok. Nem tudom, hogy követ sem nagyon hoztam át. Alapcuccokat nem látom a bányászni néha. Mi van nekem ebben a Miner's Backpackban egyébként? Jó lenne megnézni. Hát, kő az nincs. Van 16, hát van nálam 16 kő, abból csinálunk akkor 16 üveget. Csináljuk úgy, hogy a pulverizer az átadja a Reston Furnace-nek alapból, szerintem. A piros bemenet be van állítva neki, nincs, de akkor állítjuk be minden pirosat. Hát tök mindegy, mit állítunk, nem a szint számít, de hülye vagy. Az a lényeg, hogy onnan szedi. Ha így van, kékkel, jó volt az. Tehát ide belakjuk ledarálni az úzott követ. Nézzünk meg egyet, hogy végig megy rendesen a rendszeren. Igen, át is ment, mert jó. Még marad benne egy kis égetett kő. És akkor csinálja nekünk az üveget, szuper, jó lesz. Nem akarom pazarolni, mert van annyi clear glass, mint a szemét, de akkor se pazaroljuk, hát vannak elveink. Ez van. Ezeket a transfer meg shorting pipe-okat pedig szépen elfelejtjük. Hát ez nem volt túl sok, vagy még még darál, jó, akkor menjünk addig el. A lag az megint 1586. Őrületes lag. Nem fogok szeretni videó felvételt csinálni. Ennyi. Na. Mit akartam lepakolni? Ja, igen. A betámláztatott gépőalkatrészek ebbe kerülnek. Így, ezekre már tudni. Nem lesz mostanában szükségem. A Energy Conduitot is rakjuk minek úgy, hogy ha kell, majd megkeressük, mert megtaláljuk, mert jó lesz a rendszer. Oké.
moblútok ott vannak, külön van a növények meg a kaja, van egy ingocos láda, van egy vörös külozulit szén, itt vannak az ércek feldolgozása, ezt megy majd a gépekhez, oké, és akkor azt fog, majd úgy állítom be, hogy legalább egy darabot mindig tartson benne, és akkor fogja tudni a rendszer, hogy őt neki kell fogadni ennek a ládának az érceket. Ez fontos úgy beállítani, hogyha az alapján válogatsz le, mert van egy olyan cső, meg van egy olyan modul is, hogyha kesszist használsz, ami azokat engedi be a ládába, azokat gyűjti be a ládába, amelyek már eleve benne vannak. Ezért fontos, hogyha onnan a ládából ki is megy bármi, minimum egy maradjon, hogy megjegyezze úgymond a rendszer, hogy neki az kell. Mert ha nullára kifuttatod, akkor onnantól kezdve nem fogja tudni, hogy abba a ládába kell tennie. Ha csak nem eleve úgy van felkonfigolva, hogy ezeket fogadja. Ez már egy bonyolultabb rendszer, de nem sokkal egyébként, ezt is meg lehet csinálni, és akkor ez a része felesleges. Nagyon-nagyon sokféle dolog van, tehát ha csak végignézem és elkezdeném elmondani, ha jól emlékszem, Dire Wolf a Spotlight-ot a Logistic Pipe-ról három részben forgatta le, valami másfél órás a Spotlight, tehát nem egy kis téma, tehát ebbe belemászni nagyon mélyen nem is merek. Tehát tényleg egy alaprendszert akarok belőle összehozni, nem érzem magam annyira profinak, tehát megnéztem én is a Spotlight-ot tőle, igazából magyar Spotlight-ot értelmeset nem is találtam, nem akarom senkit megbántani, de ami fenn van a YouTube-on, az nulla. Nem mondom, hogy én jobbat tudnék csinálni, mert nem. Mert tényleg egy nagyon bonyolult, csak mivel tudom azt, hogy nem tudom megcsinálni ezt a Spotlight-ot, inkább meg sem teszek. Itt elbinázok a kis gameplayemben, aki tud belőle infót meríteni, az oké, az jól járt. Aki nem, az meg úgy sem fog szidni életem, mert ez egy gameplay videó, nem pedig Spotlight. Egy Spotlight-tól viszont azt várja le az embert, hogyha végignézi, akkor utána nem az, hogy profi lesz belőle, de megérti. Tehát ami magyar nyelvű Spotlight-ot láttam, az alapján meg se értettem a rendszert, ezért inkább megkerestem Dire Wolf Spotlight-ját, végignéztem a másfél órát, és akkor mondtam azt, hogy na, most már kapricsálom, pedig ő angolul mondta, és amint mondtam, nem vagyok azért profi angolos, csak szeretnék az lenni. De azt egyértelműen mondja, hogy nem lehet interneten 100%-osan megtanulni. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat teszek érte még mellette, feliratosan nézek angol sorozatokat, sokszor angolul-angol felirattal, amikor egy kevésbé nehéz nyelvezetet érzek, akkor azt megpróbálom úgy. Na de ne térjünk el a Minecraftról, mert ez egy Minecraft videó, egy gameplay. És kezd összeállni az, hogy mi kell nekünk. Kell lesz akkor zúzott kő, amit remélhetőleg nem használtam el mindet, de ennél a kis szaladgálós majomnál is kell, hogy legyen van is jó. Tehát zúzott kőhöz kell egy zúzott köcső, viszont kell lesz nekünk gyémánt is. Az még melyikbe maradhatott gyémánt? 10 darab gyémánt. Ez karcsú lesz. Ha mindent áthoztam, ez nagyon karcsú lesz. Nagyon gyorsan el kell ezt kezdeni bányászni, és igazából tényleg lustaság, mert ezzel a jó kis hammerrel pillanatok alatt nagyon nagy mélységű edzet tudok kiszedni. Úgyhogy kell lesz. Tehát ahhoz kell a feldolgozó rendszer, hogy ne én manuálisan szórakozzak, hanem majd ő megcsinálja. Tehát akkor chassisokat fogunk gyártani, MK2-eseket, hogy két modult legalább bele tudjak rakni. Egy olyan modult, hogy a rendszer látja és számolni tudja. Meg egy olyat, hogy ami benne van, azt kérje oda a gépekhez supplier modul, bár most az nem kell. A supplier modul például arra jó gépeknél, hogyha van egy szimpla kemencén mondjuk, akkor az egyik oldalról ellátja szénnel, másik oldalról pedig kiszipkált belőle a lecraftolt cuccokat. Tehát például égetett követ, vagy ilyesmit meg tudok csináltatni vele, de mivel én itt már energiát használok, méghozzá redstone energiát az erőműből, így ez a része felesleges, a supplier része, de mondom, akár ezt is meg lehet csinálni, de hát azért nem tudom, mennyire early rendszer ez. Nem drága egyébként, hogy imádott leszámítva. De tanányilag hamar meg lehet építeni. Jó kis cucc lesz ez. Jó, vörös kőfákja is kell lesz hozzá. Még aranyfogas kerék. Hány is kell nekünk? Az elején alapból, hogy mindegyiket bekössem a rendszerbe. Igen, ki kéne találni melyikben mit tárolok aztán. Ajá. Ha már bekötöm a rendszerbe, akkor úgy érdemes, hogy mindet.
és ahhoz kellene nekünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 láda, kell nekünk ennyi. Hát mindegy, akkor lehet, hogy egyszerűen tényleg külön szedelem az ilyet, hogy kő, homok, sóder, stb. Aztán azokat érdemesebb egyébként barelekbe tárolni. Már nem tudom, mennyire kezeli jól a rendszer. Én úgy emlékszem, hogy Direwolf is próbálkozott ilyesmivel, és elsőre talán nem is sikerült neki. Az extra hűtőszos rendszernél ott oké volt a dolog, mert csak annyi kellett, hogy ott nem kellett tulajdonképpen semmi, csak egy sima csövet rákötött. Mi volt a neve az extra hűtőszos alapnak? Tehát még csak nem is kellett a shorting pipe, igen, csak sima transfer pipe kellett, és akkor mivel abban csak az került, ő automatikusan beletöltötte mondjuk a követ, homokot, stb. Itt viszont nem emlékszem, hogy működne a barrel, úgyhogy azokat kihagyjuk így, akkor meg is van a maradék látáknak is a funkciója. Ezekbe belekerülhetnek a nagy mennyiségű homok, szúzott kő, sóder, és akkor a maradék három láda meg is van, a többinek meg erre van a funkció, ami kell lesz pluszba, akkor bekötöm a rendszerbe, ennyi pont. Ez lesz a feldolgozó, tehát innen csak kihúzza majd a cuccokat, tehát itt nem is kell több. Ezt esetleg később kicserélhetjük egy Ender Chest-re, magunknak pedig, csak hát itt megint az Ender pörlel van gond, majd craftolni fogunk egy Ender bagot, egy Ender táska, most nem emlékszem, mi volt a neve pontosan. Ender pouch, igen. Egy olyat berakunk ide. Emellé mondjuk a miner's backpack mellé, és amit összeszedek, beledobálom, az eleve ide kerül, csak akkor ide kell lesz majd rakni egy mindegy chunk betöltőt, nem kribe most a neve. Oké. Chunk loader-t. Jól van. És akkor bárhol vagyok, bányászok, tele vagyok, beledobálom az ender pouch-ba, berekerül rögtön a rendszerbe, és kezdi akár a feldolgozását, mire hazaére lesz minden. Oké, megint csak a számjel, nagyon-nagyon régóta, és nem csináltunk semmit. De kell nekünk vörös kő is. Azt mondja, hogy botok lesznek. Nem is tudom, mi kellett még hozzá. Ja, jó, szerintem lassan elérkezünk oda, hogy itt csináljunk is valamit, craftoljunk is valamit. Kell lesz akkor egy gyémánt. Szállítócső. Ja igen, az aranya, arany és vas kell, nekem azért akartam még arany és vas. Aranyunk se sok kezd lenni. Vasunk az van bőven. Jól van. NK-Chessis. Kezdjük akkor, mi is mondtam, mit kell. Egyet csinál 8-at, tehát akkor annyira nem is kell sok belőle, jól van, helyes, nem használjuk, nem pazaroljuk feleslegesen. Van 16 diamant szalítócsünk bőven, elég már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igen. Jó, tehát 9 darab nekünk bőven elég, tehát a 8 is elég lett volna, nem, majd annyira nem volt pazarlás szintű a dolog. Kell akkor nekünk zúzott kőből is ugyanez. Mindegy, abból legyen több, mert a szállítócső amúgy is kell lesz nekünk. Köztest teret kitölteni, az nagyon jó. Azokkal felesleges az aranyat. Talabból gyorsabb, de ilyen ebben a rendszerben nem számít szerintem a csöveknek a sebessége, ahogy értelmeztem és ahogy láttam, mert a sebességet ezeknek a szintje fogja meghatározni, a logistic pipe-oknak a szintje, a modulok és a többi. Jó. Oké. Mi kellett még nekünk? Vöröskő, fákja, meg kerék, igen. Abból kell ez több is, úgyhogy ne sajnáljuk rá a botokat. De nem ezt akartam, hanem széthúzni, de nem így. Na mindegy. És lesz három kezdetnek. Rakjuk körbe kővel. Megvan a három kő. Rakjuk körbe vassal. Oké, megvan a három vas, és akkor a 20 vasút. Drága dolog. Jó, ez is megvan. Vörös kőfákja kell lesz még nekünk. Azt is csináljunk. Oké. És most már lassan eljutunk oda, hogy legalább egyet lekraftoljunk.
Beijing Logistic Pipe-ból, tehát akkor abból nekünk kell lesz 9 Beijing Logistic Pipe. Hú, ezt meg tudja most már csinálni. Megbizony. Jó. Jó, a többi nem kell, fiúk. Jó, mitni. Megvolt a Beijing Logistic Pipe, és akkor ebből MK Chassis-t úgy tudok csinálni, ugye? Körbeveszem a darabasrúddal. Ennyi, pont. Hát akkor nézzünk már meg egy nagyobbat, hát később át akarom konfigolni. Ennyi a különbség, komolyan, így lesz MK3-as. Hát ez a vasúton van bőve. Hát akkor csókolom, ez nagyon tetszik. Hozzunk vasutat és csinálunk egy csomót. Mind a 16-at megcsináljuk, de felesleges egyet, legyen mondjuk 10. Aztán majd meglátjuk. 10 darab. Na. Szuper, szuper. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hat. Kevés a vas, azt a minden, igen, sok vas kell hozzá, de vasból túl nagy hiányunk eddig nem volt, majd most már lesz. Igen, részesen fogy a készlet, nem baj. Oké, MK3-os cuccok lesznek, az azért korrekt. Úgy kezdjük, hogy akár 3 modult is bele tudunk rakni, akkor 7, 8, 9. Na akkor legyen meg a 10, mert 10-et akartunk, hogyha bővítem a rendszert, ne kelljen rögtön kraftolni. Tehát ezek megvannak. Majd kellenek hozzá modulok, de először is helyezzük fel ezeket, bontsuk le a régit. Így van. Na, de hát ezt most nagyon nézni nem is kell. Miért ezzel, haver? Hát a szétvenünk még mást is, mi? Jól van. Kár volt lekraftolni, de ez van majd. Hát, ha még egyszer használt veszem, vagy ha nem, akkor csak a helyet foglalja le, de ez van. Amíg ezt megcsinálom, pauz. Még ami fontos egyébként, az az, hogy ezeknek a logistic pipe-oknak áramellátás kell. Van egy saját áramellátója. Mi is a neve? Valamilyen junction. Logistic Power Junction. Elég egyetlen egy pipe-ot hozzá kötni, és akkor azon keresztül az egész rendszer megkapja az energiát, és akkor tud szépen működni. De nem akartam én megnyitni a ládikót, hanem csak rárakni az MK3-as chassis-t. Jó. Egy maradt, többi mind a rendszerben van, és akkor innentől kezdve azt hiszem a MK3-asokkal bármivelákat indíthatom fel hozzá menüt, az MK1-esek csak kulcsa, csavarkulcsa érhető el a menüjük. Hé, jobb klikkel miért kezd el rálőni? Ez hülye. Jobb klikkel lövök mióta. Én azt hittem bal klikkel lövök. Nem bal klikkel, nem lövök, hogy lövje vagyok. De nekem jobb klikkel, haver. Nem hozott fel a menüjét, akkor mégis egy csavarkulcs még mindig, akkor valami félreértem ezt, nem baj. Hát ez az, amikor az ember csak nézi a videót és nem ő csinálja, tehát ezt nem teszteltük. Így van. És akkor jobb klik a csavarkulcsval, akkor jön fel a 3 modulnak a helye, tehát ide tudom berakni a modulokat. Jó, szuper. Töltésem van a másik hangos jetpackem, ez a halki jetpack. Jó. Mi is kell nekünk? Ja, kiakadtam pakon a felesleges cuccokat. Ezeket a transfer pipe-okat, sorting pipe-okat, transfer nodokat. Jó. Maradt itt gyémán szállítócső, zöldkő szállítócső, basic logistic pipe, és ez se kell most nekünk jelen pillanatban. Jól van. Meg kellene csinálni ezeket a modulokat, meg el kellene dönteni, hogy milyen modul is kell nekünk. Hát kell egyszer ide, hoppá, ide nem raktam, hát megvan a 10. De ide nem is kell, ide csak egy cső, egy megfelelő cső kell. Az extraktor modul, igen.
Vagy pedig melyik cső van? Sima? Sima? Ez jó kérdés, hogyha csak csövet akarodok oda, nem akarok oda modult berakni, akkor nem felesleges, csak kiszívja belőle a cuccot. Ahhoz mi kell? Le van logistic liquid supply, ez megint más, crafting, jegyzeteltem én egyébként, tehát ne gondoljátok, több oldalnyi jegyzetem van ebből, nem csak úgy nekiálltam. Mindenképp kell ezt a logistic power junction, ezt ne felejtsük el, amíg nem kap energiát, addig nem fog működni a rendszer. Basic logistic pipe, akkor elméletileg nekünk nem jó vessel, a tárgyakat számolja, jó crafting, supplier. Jó, hát van egy tizedik modulunk, akkor berakjuk oda, és akkor rapunk bele egy extractor modult, ennyi. Mégis csak ez a legegyszerűbb megoldás alapból. Akkor minek is bonyolítsuk túl, hogy sima cső, aztán vagy nekünk van, úgy működik, ahogy akarjuk, vagy úgy működik. Na. Stim. Az energiaállátás, az egy kicsit messze van. Nem tudom, hogy van-e energiaveszteség a energy kondítoknál, ugyanúgy, mint régen a részvezetékeknél, meg egyebeknél. Biztos van valamennyi, ha hasonlóan csinálták meg a rendszert. Na mindegy, belefér, mert az erőmű az a túloldalon van. Legfeljebb akkor úgy játsszuk meg a dolgot, hogy valahol középre rakjuk a power junction-t, és akkor feléig megy vezeték, onnan megint a felétől megint a vezeték. Jó. Tehát a modulokból kell nekünk először is egy extractor modul, ezt tudni. Aztán majd végigmegyünk, hogy többihez mi kell, és akkor lecraftoljuk, mert most úgy helyeznénk meg az egészet. Nézzük a modulokat. Ez nem lesz egy rövid epizód, vagy két részre bontom. Na, ez az üres blank modul. Ez mindennek az alapja. Az item sync. Na itt nem írja ki egyébként a shift-tel a dolgokat. Az item sync mit csinál? Hú, basszus, ilyenkor van az, hogy én hiába néztem meg a spotlightot, az napokkal ezelőtt volt, hogy az item sync modul mit csinál, de igazából az a láda fogja befogadni nekem a rendszerbe keringő cuccokat, amit semmi más láda nem fogad be. Igen, ha egy ilyet rakok. Ezt nem jegyzeteltem, de most már emlékszem. És nem foglalkoztam vele, mert úgy voltam bele, hogy olyat nem dobok bele. Amit nem tudom, hogy hova való, de tényleg belekerülhet a rendszerbe egyébként. Tehát nem hülyesség egy ilyen ládát is létrehozni. Elszipkázni azokat a cuccokat, aztán és látom, mi az, amit még be kell konfigurálni, hogy másik láda befogadja. Tehát egy ilyen item sync, az tényleg ez hasznos lehet, de ez nekünk most nem kell. A passive supplier modul, hogy mi a különbség a rendes supplier modulhoz képest, mert azzal látom el mondjuk a gépeket. Igazából itt egy fix számú, egy fix item számot, egy fix tárgyszámot tud fenntartani. Komolyan, melyeket a rendszerhez elég komoly logikai agy kell. Extractor modul, akkor ez kell nekünk ide, ez kiüríti a ládából, és szétbeszórja a rendszerbe. Megfelelő a ládákban a cuttat, tehát abban a ládában nem fog maradni semmi. Kell nekünk egy ilyen. Akkor kell lesz nekünk 10 ilyen blank modul, ez biztos, kezdjük azzal. Legalább 10 egyébként. Ó, papír kell hozzá. Ezt elfelejtettem. De papírt elő lehet állítani egyébként egy nagyon okos módszerrel, ezt fogjuk is alkalmazni. A pulverizerbe rakunk fát, ami facsipszet csinál, és 3 facsipsz, 1 papír. Na, ezt kipróbáljuk, mert papírunk nincsen. Meg aranyrög is kell lesz. Nem egy olcsó cucc. Na, fa van nálunk, de vajon rendes fa kell? Lehet, hogy rendes fa kell neki. Használjuk el ezt a hoopsit woodot, ha befogadja, vagy legyen trópusi fa, tök mindegy, legyen 6 trópusi fa. Nézzük. Csak ne küldje tovább, igen, ne küldje tovább, hogy kisüljön, mert azt megszívjuk. Így, kikapcsoltuk. Trópusi fa, csinálj belőle chipset.
Mondjuk egyből egy chipset csinál, tehát elég gazdaságtalan, de hát fából végtelen mennyiségig tudunk összeszedni, tehát ez tényleg nem gáz. Ezt nem chipseli? Nem. Akkor kell lesz még. Haver, srác, merre vagy, erre csak ide kell még nekem fa. Az összes tópisi fát bedaráljuk. Ezt tudjuk, ez csak ez nekem nem kell. Itt nem akarok még tárolni. Most a shouldert sem. Most egyelőre kő se kell nekünk. Égetett kő se kell, majd ha kell szólunk. Hát ezt nem adom oda neked, ez nagy kincs. Jó, mit akartam? Még fát tőled venni, ezt a abszidúdot is megpróbáljuk, hogy ledarálja. Nem sok sima fa van nálad, mindegyiket átalakítottuk, nem baj. Csinálj chipset, haver, mert abból lesz nekünk papír, és papír meg kell, ez bőven. Igaz, hogy három chipsből nem egy papír, nem három papír, illetve nem egy papír csinál, hanem többet, már nem is tudom mennyit. Mindjárt megnézzük, hogy kell-e még nekünk több. Ez viszont craftasztal kell, de itt is van ebbe a szobába egy. Tehát így. És akkor egy hármat, akkor 4x12 papírunk már is lesz. Jól van. Na, daráljál a többit is. Ez egy nagyon hasznos recept, egyébként használjátok. Nem kell cukornáddal szórakozni, hogy milyen nád az. Nem kell azt termelgetni vízparton, meg összeszedegetni, hogy papírotok legyen. Nem szépen a pulvára ezzel ledaráljál egy kis fát. Abból három forgácsot összeillesztettek, és megvan a papírotok. Királyság. Megint forgatom legalább fél óra ezt a videót, és tulajdonképpen semmit nem csináltunk. Az alap logisztik chassiseket odaraktuk a ládák alá, ennyi. Na jó, van mindegy. Hihetetlen összetett ez a Minecraft, ezért is vagyunk a szerelmesei. Nem, de. De. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan fanatikus, aki azért nézi a videóimat, hogy mit bakizok, de biztos, hogy arról szól, hogy szerettétek a Minecraftot, és azért iratkoztatok fel a videócsatornámra. Most már meg tudjuk csinálni a blank modulokat. Jaj, nem, aranyrögöt még nem csináltunk, de az elég lesz ez a 9. Már 10-et akarok csinálni. Nincs valahol még aranyrögünk. Vagy csak nem hoztuk át, mert volt, tehát máskor is kellett már ilyen. Moblutokba biztos nem raktunk ilyet, alkatrészeket biztos nem raktunk ide. Ide meg nem miért raknánk? Jó. Oké, és oké. Nincs. Ez a 9 van. Akkor ez 18. Ez van. Akkor csináljuk. Mennyit tudunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-et ugye, de hülye vagyok. Na mindegy. Tudtunk volna többet, ha még egy olyan rögöd, de legyen meg a 10. Mert legalább 10 kártya kell lesz, sőt, hát ebből kell lesz több is, mert egyelem akár 2-3-at is rakhatunk, és lehet, hogy szükség is lesz még rá. Na nézzük akkor. Kraftoljunk még le. Na mi jelzik hozzá, mit használtunk el? Vöröskő lesz kevés. Papír? Papír elfogyott. Jó, akkor elégedjünk meg ennyivel. De 10 legalább kell. Úgyhogy még csináljunk, haver. Van nálad még papír? Van, 2-3 kell. Ginny. Pulverizerezzük le. Jó, tehát egy 10 mindenképp kell. Ez volt a tanulság, hogy ne sajnáljuk soha a nyersanyagot, úgy is felhasználjuk. Még 3 papír megvan. Oké. Még craftoljunk le egy ilyet. Jó, megvan a 10. És akkor kezdünk egy extractor modullal. Amihez, két lazulit, két vöröskő, meg egy vasfokas kerék. Jó. Vöröskő felhasználgattuk. Csak még szedjünk. Lazulit is kell nekünk. Meg egy... mi kellett nekünk? Vas? Fogaskerék kellett hozzá. Vasfogaskerék. Jó, csináljunk egy vasfogaskereket. Abból
Haver srác, ki az úzott kő? Hiszen így elég lesz. Jó. Alapon 4 vasunk maradt, azt is lehasználtuk, amit kivettünk. Jó. Csináljuk meg az extraktól modult. Ebből is van lézerezős változat, chipes változat, de nekünk ez tökéletes. Oké, és oké. Ezt bele is tudjuk most már helyezni. Ide, elérjük innen. Rá tudunk kattintani, kíváncsi vagyok. Szuper! Oké. Extraktor modul. Default akkor. De be lehet állítani egyébként, ha gépről van szó, az akkor jó. Ő végül is melyik kimenettel vagy bemenettel mit csináljon. De alapból nem szükséges felkonfigolni. Jól van. A Power Junction-jét is meg kéne csinált, hogy a rendszer 3-ot kapjon. Aztán most folytatjuk a modulokat. Ez lenne az? Logistic Power Junction, ez kell nekünk. De jó, meg rákerestünk, elsőre kidobta, amit akarunk. Ez mennyire drága dolog? Ennyi, ez komoly. Hát ez nagyon jó, kell hozzá akkor 6 vasrúd, meg egy vörös kőblokk. Vasrúd az mindenképp még kell lesz nekünk készíteni, illetve előszedni, bocsánat, készíteni, hál' Istennek. És tudom, mennyi kellett, mindegy, hogy szedjük ide. Hát ez nem egy drága dolog, az abszolút nem drága dolog. És meg is van. Tehát akkor igazából el kell ezt helyezni valahol ide középre. Viszont akkor most már a feltöltött... nem tölti fel, nem, mert tele van. Az oxigén része, le kéne csapolnom egy tartályba. Nem, egyszerűen nem lehet, ha kiütöm, akkor elveszti, nem? És akkor felesleges megint tartályba laknom. Na, ez egy jó ötlet. Ez eddig eszembe sem jutott, hogy minek szórakozzak itt. Hogy kiszedem belőle az oxigént, amivel jelen pillanatban nem tudok mit kezdeni. Így meg úgy elveszlek belőle szerintem. Igen, szuper. És akkor fel tudja nekem tölteni. De most jelen pillanatban ugyanannyi maradt, mint volt. És én szeretném megoldani. Mert ez nagyon már le fog merülni, ez a Liston jetpack, hogy itt alul elkezdek repdesni, és csak azért nem, hanem akkor itt is egy alsó emeletet kialakítani, hogy egy darab vezetéket elvigyünk. Mert pedig ezt mindenképp alatta akarom. Az is egy megoldás, hogy itt végig kiütöm a fát, aztán majd visszarakom. Sose egyszerű a Minecraft-ban építkezni, ez van. Meg nagyon hasznos ennek a jetpacknek az a funkciója, hogy a hover mód, a másikban nincs benne. Na, azt nem tudom, hogy ezt az oxigénnel mit tudok kezdeni, hogy tudom lecsapolni. Nagyon gyorsan megtellik a belső buffer, majd utána nézzük, hogy ez mire használható fel. Biztos, hogy később nagyon sok mindenre emlékszem, de hogy mire, arra nem. Na. Tehát nekem kellenek akkor pipe-ok, amivel összekötöm. Csak simán próbáljuk már ki, hogy nem egy hülyeséget csinálok utána, hogy ide lerakom ezt a junction-t, és közé rakok egy pipe-ot. Igen. Nem, hát ez úgy kell, az egyik fő végére vezeték, és a másik, de ez mind, aha, hülyeséget csinálsz, ha lehet. Tehát nem, egy logistic pipe nem fog csatlakozni neked az energy conduit-hoz. Ez teljesen logikus. Aztán mit kell elbontani, ha lehet? Nem csak úgy, csak elbontani. Rájutok és elbontódik. Na, akkor másra bontsuk már, valami gyorsabban. Nem.
Oké. Hol vagy? Hoover Junction kollega, itt van. Na, tehát a nagy kérdés az, hogy ide lerakom. Igen. Akkor kezdi tölteni, szuper. Igen, és akkor a másik végére kell lesz valamilyen pipe. De vagy ez a basic logistic pipe kell. Route item or a network, path specific types, intermin the chest, can be default route. Hogy kell el ilyen, vagy egy sima zúzat közszállító csipet is odarakok, az is olyan majd. Nem tudom már ezt. Majd kipróbáljuk ezt a részét. Most itt feltölti energiával, ezt később elveszlik, ha kibontom, valószínűsítem egyébként. Úgyhogy bontsuk ki, mert nem itt lesz. Nem innen akarunk. Bár milyen lehetne itt is, akkor nincs energiaveszteség. Ugye? Mert hogy... Itt felül elvezetem. Lehet szépen elvezetni ott. Vagy itt lemegyünk vele. Kapásból alá. Úgyis jó. És akkor szerintem kell ide egy rendes pipe elé. Itt van basic logistic pipe-unk. Ez ide kell szerintem. Igen. Igen, és ez már kap energiát. Jó. Itt kellene nekünk lejjebb jutni. És itt alatta átvezetni. Na, hol vannak a sima szúzott köcsövek? Mert ide, ahhoz, hogy elvigye nekünk az energiát, szerintem elégnek kell lenni. Igen. Az vagy pályam. Haladunk. Itt átvesszük alul a csövet. Már el kéne kanyarodni, hogy ne látszom messziről, ne legyen csúnya. Így. Na. Ez úgy. Elférek, nem félek pont el a tulajdonomtól. Ennyi. Hamar kanyarodtam vele. Ez a lomb, és nincs nálam a kassa, hogy gyorsan leszedjem. Nem emlékszem, hogy hol csatlakozunk be. Valahol ott tudunk becsatlakozni. Ja, arrébb. Feleslegesen már megint rossz helyre vigyem. Ott van, jó. Akkor oda kell elvinnünk. Hopsza! Ezt hívják úgy, hogy Obi-Wan Kenobi. Pont most fogyott el az úzott kölcső, és ugye már nincs itt mellettünk a kis majom, aki folyton szaladgál. Szállj csak le! És nem csinálunk zúzott kő, hogy lekraftoljunk bárra, de egyébként nem is tudnánk lekraftolni, mert ahhoz krafttábla kell. Na, akkor visszamegyünk, ezt a részét befejezzük, és csak reménykedünk, hogy egyébként az úzott közállító is elég ahhoz, hogy az energiát átvigye. Nos, elméletileg ide jöttünk. Itt a shift jobbikkel. Oké, megkapta az energiát. Ott a sima zúzott kocsöveken keresztül megkapja az energiát. Jól van, szuper. Le lehet vakdugózni, én úgy emlékszem, hogy erre feleslegesen ne menjenek.
De szerintem itt nem úgy működik, mint az extra jut résznál, hogy végigmegy a teljes rendszer, hanem eleve adott irány lesz neki. És ha az az első default route úgy adom meg valamelyiknél, már pedig úgy emlékszem, hogy megadhatok, akkor úgyis arra felé indulnak el majd a cuccok, úgyhogy jó lesz ez, na menjünk csak vissza. De hogy kerültél ide, haver? Nem semmi. Menjünk vissza. Ide nehogy spawnoljon nekünk valaki. Ide tud spawnolni valaki. Biztos, hogy tud. Nem, oda nem pont. Jó. Joker fej. De olyan hülye vagyok ezzel a metró állomással, majd meg fogom csinálni, hogy egészen ide feljöjjön nekem, és itt rakjon ki valahol, ha már energia kímélő üzemmódba akarok lenni, és nem repkedni. Jól van. Hát ez annyira nem vészesen csúnya még itt. Úgy itt lemegy az energia, és ott meg kijön. Jó. Ez mi volt? Ugrottál ide mellém? Hány. Na. Tehát az első rendszerünk első lépcsője megvan. Kell lesz neki ugyebár cső tovább. Egészen idáig. De itt majd, hogyha rá, ha bár bele tudjuk rakni, de rakjuk bele a kártyákat, majd felülről is bele tudjuk. Megkapta az áramot, jól van. Úgy emlékszem, hogy ez ilyen elmegy előtte a fákja. Nem, az extra ütőssz elment előtte. Érdekes. Oké. Okay. Tudom, hogy a fogyasztását mennyire nyomja meg a rakott rendsz ládák számom. Egyáltalán számít-e valamit? Foggalmam nincsen. Hopsz, elfogyott. Na, majd craftolunk belőle. Adását ugye, majd craftolunk belőle. Na, mit akartam? Ja, fákjákat visszakirakni. Itt nehogy már itt spawnoljon valaki. És tönkre tegye a nagy nehezen felépített rendszeremet. Azért irtózatosan nem mérges lennék. Mert nagyon-nagyon sokat dolgoztam vele. Oké. Craftoljunk még. A regulár mód az jó, mert ilyenkor nem fogyaszt, amikor nem repkerek vele. Na. Akkor kell nekünk ide az ércek feldolgozására. Innen viszont vissza kell, hogy majd menjen, és odáig elmegy, akkor érdemes is vele majd átküldeni a gépekhez, egész pontosan a pulverizerhez, azzal érdemes majd kezdenie. Tehát ide kell lesz kétféle modul, ez tuti. Az egyik, hogy szipkázza fel, az a polymorphic item sync modul, vagy nem, igen. Polymorphic item sync, olyan kell lesz ide, ami van a ládába eleve, azt engedi be. Jó, és akkor úgy csináljuk majd, hogy egyet legalább tartson meg belőle. Nézzük a modulokat vissza a modulokhoz. Valószínűleg én is több részesre csinálom ezt a Logistic Pipe-os műsort, mert nagyon kezd el húzódni ez a rész is, és nem szeretek hosszú részeket forgatni, szerintem ti is szeretitek úgy nézni, ha nagyon hosszú. Na, ide mi kell nekünk? Narancsszíni cucc, és azt hogy állítok elő? Sárgából meg pirosból azt hiszem, jó. Sárga piros vastékünk lesz, jó. Meg egy vasolgas kerék, jó. Nem nagy cucc. Úgy emlékszem, jól emlékszem, hogy sárga és piros festékből, jó. Hogy van orange kozmos virágja, és hol találok egy ember? Na. Jó van, ne idegesítse. Növények, plusz kaja, van sárga és piros festékünk, csak annyi szemét van már nálunk, hogy egyszerűen nem tudjuk befogadni. Rakjuk ki a gyémántot, rakjuk ki a vasat. Papír se kell lesz most nekünk. Na, a papír az a növény alapú. Az ide soroljuk be. Oké. Okay. Lassan kezd helyünk is lenni.
Közben elfelejtettem, mit akartam. Ja, igen, a piros meg a mi egymás festéket összekeverjük, és lesz belőle narancssárga festék, de csak... Ah, lesz négy narancssárga festék, azt szerintem elég is egy itemszink modulhoz. Ennek kell egy vas fogaskerék. Jó, zúzott kővel körbe. Jó, és vassal körbe. Szuper! Kraftoljuk le a polymorphic item sync modult. Ez is megvan. Ha én rakok be utólag valamit, ez akkor is működnie kell, szerintem. Jaj, várjunk, itt a csavarkulcs kell. Oké. Megvan a Polymorphic Item Sync modul. Ezt nem lehet konfigolni, de nincs is mit rajta konfigolni. Ami benne van, azt fogok levenni. Ide ugyanolyan kell. Tehát még egy Polymorphic Item Sync modult kraftoljunk le. Van hozzá még alapanyagunk. Nincs, mi kevés, mi nincs. Mi kell, haver? Itt a két narancssárga festék. Mit akarsz még? Jaj, de bolond vagy, a fogaskerék, ember, na ezért lesz jó az automata craft, nem kell. De ebből a fogaskerékből csinálhatnám, mert minden modulhoz kell, haver. Hm? Mit szólsz hozzá? Csináljunk csak pár... párat. Sikerült! 20 darab, jó. Na, én most ebből szeretnék keveset csinálni, így lesz belőle 5 fogaskerekünk, ebből csinálunk 5 darab zúzott kő fogaskereket, és ebből kell nekünk 5 darab, el is használjuk ezt a sok vasat, így, és most már lesz elég nekünk, szanal és sárga festék se kell nekünk. Hol morog a zombi? Nagyon sárga festék, hogy ne kéne nekünk, agyatlan amúr. Hogy ne kéne nekünk, na. Ilyen polymorphic item sync modul kell lesz még. Ez egyértelmű, hiszen a többi ládának is, a legtöbbnek az az alapja, hogy egyféle cucc menjen bele. Tehát innentől kezdve az a kérdés csak, és a nagy mókák, ezután jönnek a nagy mókák egyébként. Mert meg fogjuk tudni csinálni az automata craftot. Meg fogjuk tudni csinálni, hogy legyen egy lekérő rendszer, amiből a teljes rendszerben lévő cuccok látszanak, miből megy, hány darab van, nem ládánként, hanem összesítve. Úgyhogy nagyon jó kis rendszer lesz ez. Kezd alakulni, kezd felállni. A következő epizódban fogom folytatni. Elég hosszúra sikeredett így is, tehát amit láthattunk, az extra utilsos leválogató rendszer helyett elkezdjük kiépíteni a logistic pipe-osat. Ehhez kell nekünk egy power junction, egy logistic pipe-os power junction, ami ellátja energiával az egész rendszert, valamint praktikus eleve logistic chassis-okat csinálni. Ebből is a 3 is elég olcsó, ebből 3 modult tudunk belerakni, és szépen fel tudjuk konfigolni a rendszert, hogy mit csináljon. Ahhoz, hogy összekössük, sima zúzott kőszállítócső is elég ahhoz, hogy összekössük a Power Junctionnál, és ezek a ládák közötti közlekedésre is jók. Amit érdemes, hogy minden elágazáshoz egy sima Basic Logistic Pipe-ot belerakjuk, és ott meg tudjuk adni az elsődleges haladási irányt például. Ez nagyon jó lesz, és akkor ettől a ládától fogom elágaztatni majd. Logik, logisztik, igen. A logisztikhoz logika is kell. Majd megoldjuk, de elágazáshoz mindenképp kell egy sima basic logistic pipe, mert elrak, de nem akartam még egyet odaadni, ha el... Na. Viszont csavarkulcssal tudunk rá kattintani. Ezt még megmutatom, pedig már épp az elbúcsúzás közepén voltam, csak elmagyarázom a requested item. Tehát alapból meg lehet csinálni, ha egy basic logistic pipe-ot raktam volna minden láda aljára, de akkor egyenként fel kell konfigolni. Tehát ha egy ládába 20 féle cuccot akarok gyűjteni, vagy akár 60 félét, akkor ez nem jó módszer. Viszont olyan ládákat alakítok ki, amiben
egyféle vagy kétféle cucc van, vagy akár 5-6 féle, akkor nagyon jó ez a rendszer is, nagyon hamar fel lehet építeni basic logistic pipe-okkal, de a bonyolultabb, összetettebb rendszert akarunk, később kraftolni is akarunk, stb. Akkor eleve érdemes már így kezdeni, hogy chassis-eket rakunk be a ládák alá, illetve később a gépekhez is jó lesz ez a rendszer, higgyétek el, érdemes vele bíbelődni és szórakozni. Én már rákaptam az ízére, pedig nagyon-nagyon sokat Applied Energeticeztem, nagyon szeretem, főleg az automakraftolás miatt, de mivel ezzel is meg lehet csinálni, innentől kezdve megint a kedvenceim közé fog kerülni a Logistic Pipe. A következő részben folytatjuk, sziasztok, Amur voltam!